Üdvözlet és a legjobb akart. A mai videómban időt szakítunk egy újabb kamufarmerre, ugyanis a mai videómban Watch Robot kerül bemutatásra. Igen, igen, óra robot, hogyha szép magyarosan mondjuk, és ahogy láthatjuk, óra robot végzi a dolgát, és mutatja az időt, így a kezemen a szokásos órám helyett. Nos, mivel így kényelmetlen lenne végig bemutatóznom, ezért gyorsan le is veszem, így még csak, hogy demonstráljam, hogy hogy is kell, nem túl nehéz, csupán ki kell akasztani ezen kis pöckökből órarobotot, és már is levehetővé válik, és megjegyzem, hogy teljesen kultúráltan van a kezemen, szóval nem lenne meg a nagy esélye, hogy leessen róla, és ahogy látható, az én kezemen is jó, tehát valószínűleg egy kisebb gyerkőc kezén is teljesen jó lehet a maga mienségében. Szóval igen, óra robot. Megjegyzem, hogy ez a koncepció nem egy új keletű dolog, hanem egészen a Transformer, mint sem brand, mint sem név kezdete óta voltak és vannak olyan robotok, akik órává alakulnak, és ezek közül van egy-kettő, ki hordható mienségben volt. Ilyen például a 2007-es Real Gear Mean Time névre hallgató robot, kit egy korábbi bemutatómban láthatott a nagy közönség, elég régi videó, abban egy kicsit lassabban beszélek, de látható benne a robot. Szóval igen, Mintime-nak megvan a saját videója, csak összekívántam hasonlítani őket így robot módban. Érdekes módon vannak köztük jó nagy eltérések, és igazából az, hogy mind a ketten órává alakulnak, azon kívül túl nagy hasonlóság a kettő között, hogy mit nem mondjak, nincs. Tehát érdekes, hogy ez egy eredeti dolog a maga mienségében, de hogy mekkora is ez az eredeti dolog a maga mienségében, megnézhetjük kedvenc LEGO emberkénk és LEGO technik emberkénk kíséretében. Itt jegyzem meg, hogy tulajdonképpen fölösleges őket megmutatnom lévén óra robot a maga mienségében, egy az egyes figura lévén akkora, amekkora a kezemen volt, hogyha akár fikcionálisan gondolkozunk, de ilyenkor mondhatjuk, hogy ott van Soundwave, aki egy kazettás magnóból alakul át hatalmas robot, de így hát semmi sem zárja ki, hogy vagy robot se legyen egy sokkal nagyobb robot. De nézzük is meg, hogy Watch Robot mekkora is kedvenc mérivonónkkal. Nos, Watch Robotnak az alternatív módja körülbelül 8 cm átmérőjű és 7 cm mély. Ez egy hangyányit lehet változtatni ezen kis állító rész kijebb vagy beljebb húzásával. Én egy kicsit racsni is, tehát valamennyit enged magán. Úgy gondolom, hogy a mindennapi viselet után azért ez jelentősen meglazulna, de ahogy láthatjuk, így már körülbelül 7,5 cm-es és magasságát tekintve hát egy hangyányit megnőtt, de a belső átmérője körülbelül 5,5 cm-es, talán egy hangyányit nagyobb. Igen, igen, itt pedig 4, tehát egy átlag kéz belefér, én kezem az nem éppen a legvastagabb, de azért jó példa rá, hogy milyen is az ő miensége. Nos, mivel egy átalakítható figuráról van szó, kezdjük is meg az ő átalakítását, mely tulajdonképpen nem túl nehéz. Még egy fél pillanatig visszapörgetek, mert hogy itt az ideje, megjegyeznem, hogy az ő órája itt állítható a két pöcök segítségével, és látható a kijelzője, hogyha jobb elem van benne, akkor még szemből is, de ezen eleme kicsit kezd lemerülni, ezért nem látszik, hogy éppen mennyi az idő rajta, de miután már elkezdtem említeni, hogy átalakítjuk, kezdjük is meg az átalakítást. Ez igazán egyszerű, ahogy korábban már láthattuk, szétnyitjuk a figurát, így, ezt követően kezeket szétválasztjuk, lehajtjuk egyik irányba, így, le, körbeforgatjuk a kezét, itt lent kihajtjuk a kézfejet, így, ugyanezt megismétljük. Igen, ha már itt vagyunk, akkor a törzset, itt látható az a kis pöcök, lássuk csak, fókusz-pókusz fényerő, ezt a kis pöcköt ide belenyomjuk ide,
Így, és ha most megvagyunk, akkor megismételjük azt, amit ezen kéznél tettük, a másik oldalon is. Így, ezt követően lejjebb térünk a figurához, mégpedig len a figura lábához. A lábait ketté választjuk, itt alul. Így, szép, finoman, így, hogyha ez megvan, itt kibújtatjuk ebből a kis részből, melybe az egyes fél lábakat tesszük, és ezt a kis flopnit fölhajtjuk. Ez egy nagyon jó kis részlet, tetszik, hogy nem az egyik lábon marad, így, és ha ezzel megvagyunk, akkor ezt az egész kis sarkat így visszatoljuk, tehát ezt demonstrálom, csak hogy a precízisás véget, így föltolom, és a lábakat pedig körbeforgatjuk egyszer, kötőjel, kétszer, és végül, de nem utolsó sorban, fölhajtjuk a figura fejét, és íme itt van előttünk Watch Robot a maga teljes mienségében. Igen, igen. Itt jegyzem meg, hogy Watch Robot a maga mienségében egy újabb figura, tehát nem a klasszikus Traffic Former, talán nem is Camu Former, mert hogy nem egy meglévő figurát másol le. Maradjunk annyiban, hogy hát Traffic Former vagy hasonló, Camu Former, hát nem tudom. Szóval igen, azt viszont tudom, hogy nem egy rossz figurát a maga mienségében. Kedves kis lurkó, teljesen kulturált. Nos, bizony, hogy mekkora is, így átalakítva, azt megnézhetjük kedvenc LEGO emberkénk és LEGO technik emberkénk társaságában. Ahogy látható, nem is olyan nagy így átalakítva, de azért kicsinek sem mondható. Nos, félretéve mérőemberkéinket, képbe hozzuk mérőmanunkat, kivel megállapítjuk, hogy Watch Robot teljes magassága, így átalakítva, körülbelül 13,5 centis, váltól vállig, 9 cm, 9,5, mélységét tekintve pedig, lássuk csak, 3 cm-es, nagyon semmi nem lóg ezen túl, így, és itt jegyzem meg, hogy teljesen szépen átalakult, tehát nincs rajta semmilyen túl lógó rész, semmilyen fölös rész, hanem egy kulturált kis robottal van dolgunk. Nézzük is meg őket közelebbről, így, nagyon kis kulturált feje van. Az egyedüli részlet, ami nem tetszik rajta, az a mellkasán lévő minta, tehát hogy nekem valahogy unszimpatikus az, hogy egy idézőjelben önarcképe van itt a mellkasán a figurának, mint sem egy valamilyen semleges minta, bár mondanám még mindig jobb, mint hogyha egy Verdák vagy egy Frozen minta lenne rajta. Mind a kettőről már láttam példát egy ilyesmi robotkával. Szóval igen, miután megnéztük őkelmét közelebbről, nézzük meg, mennyire mozgatható őkelme. Ahogy láthattuk az átalakítás során, a feje képes és hátra megy teljes mértékben. Hello! Tud felfelé köszönni. Hello! Illetve előre tud nézni, de előre már nem tudja jobban mozgatni a fejét. Vállát képes és fölhajtja, és fókusz. Így, vállát képes és előre mozdítja, hátra mozdítja, sajnos módon előre, mint így előre, nem tudja mozgatni a kezét. Ez egy eléggé sajátos dolog, és itt mondom, hogy akinek ez megvan, ez a figura, ne is próbálja, tehát nincs olyan hajláspontja a figurának, ami ezt lehetővé tenné, sajnálatos módon, kezét képes és oldalra tudja mozgatni, körbe tudja mozgatni a kézfejét, és az említett kézfejét képes és katapultálja, szinte saját elgondolása szerint. De, hogyha mi úgy szeretnénk, hogy visszategyük, nincs más dolgunk, mint sem innen föntről belecsúsztatjuk a kézfejet a helyére, így. Ezt követően a kézfej tovább fogja végezni kezeskedő kis dolgát. Igen, igen, lába egy fokkal jobb, mert hogy képes és előre megy kézzel szemben, képes és hátra megy, így, és utána tudja, és körbe lehet forgatni. Sajnos módon azért itt térde sincsen, és hát ha nagyon akarjuk, akkor a figura képes és hátra tud hajolni, de ez egy enyhe túlzás. Egyéb funkciója pedig van egy flopnia, melyet képes és lehajt, ezáltal a dominanciáját kifejezendő. Igen, igen. De ezt leszámítva, szerintem őkelmét senki sem azért veszi meg, hogy túlságosan dinamikus pózokba helyezze, hanem csupán mint sem egy
érdekes apróság a maga mienségében. Igen, igen. És még egy utolsó viszonyítás kedvéért, íme, itt van meantime, és itt van meantime átalakítva. Igen, igen. Azért megjegyzem, hogy meantime mozgathatóság tekintetében minden szempontból fölülmúlja szegény Robot Watch-ot, de Robot Watch működőképes órával rendelkezik, mégsem meantime nem. Igen, és ez mindig bánom, mert hogy itt belülről szerintem lett volna annyi helye meantime-nak, hogy egy működőképes órát, pláne a modern digitális korban bele tudtak volna préselni. Én még azt se bántam volna, hogy egy kicsit szélesebb lett volna, de hát ez van. Szóval igen, íme itt van a hivatalos figura mellett, Robot Watch, hogy csak egy kicsit összehasonlítgassuk őket. Igen, igen, ám bátor eltüntetve a képből meantime-ot, zárjuk a videót Robovacsal. Szóval igen, személy szerint mintsem egy ajándék, vagy egy kis apróság olyas valakinek, aki szereti így a Transformereket, mindenképpen ajánlani tudom. Nem egy dinamikus akciófigura, tehát nem egy olyan fajta, aki túlságosan tekergetni lehet, vagy hasonló, de mintsem egy funkció betöltő kis novelty, szép magyarosan mondva, dísztárgy, úgy teljesen jó pufa, tehát mint a maga mienségében. Hogyha netán egy kis ajándéknak szánnál valakinek, mindenképpen ajánlom, vagy esetleg a gyűjteményedbe, hogyha ilyen és hasonlókat szeretnél. Szóval, és ettel, és egyebekkel, köszönöm, hogy megnézted eme videómat. Amennyiben tetszett, kérlek, itt hagyj egy lájkot, amennyiben megjegyzésed van, itt teheted meg, és amennyiben ilyen és hasonló videókra vagy kíváncsi, itt iratkozhatsz föl. Még egyszer köszönöm, hogy megnézted a videómat, és a legjobbakat. Sziasztok!